közönségünk! Sok szeretettel köszöntjük Önöket ünnepi hangversenyünkön. Elsőként felkérem professzor dr. Vas Bencét, a Pécs Baranyai Kodály Társaság elnökét, hogy köszöntse a jelenlévőket. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, a Magyar Kodály Társaság tagjait, Pécs Baranyai tagcsoport tagjait, minden kedves meghívottat, Pécs zenekedvelő lakóit. Külön tisztelettel köszöntöm Róna Széki Keresztes Mónikát, a Magyar Zenén Nevelésért Felelős Miniszteri Biztost hangversenyünkön, melyet annak alkalmával rendeztünk meg, hogy idén volt 75 plusz 1 éve, hogy 1945. novemberében Kodály Zoltán Pécset jelentette be új zenepedagógiai koncepcióját. Szerencsénk van, mert a konferencia kötetében Kovács Attila írása után neki köszönhetően sikerült az akkori egész előadást közreadnunk. Nehéz megidézni azt az időt és az azt megelőző évtizedeket. Kodály Zoltán fiatal felnőttként Magyarország legszebb éveinek, legalábbis az utolsó pár száz évet figyelembe véve volt részese. A kiegyezés után komoly felrendülés volt az országban, nem csak az ipar és a gazdaság területén, de az irodalomban, a művészetekben, a zeneművészetben is. Ekkor alapították a Nyugat folyóiratot olyan nevekkel, mint Ady Endre, vagy Tóth Árpád, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Kródi Gyula, vagy Móri Zsigmond. Ők voltak ugye az első generáció. Ekkor dolgozott Ripple Rónai József, Szőnyi István, Czóbel Béla, Aba Novák Vilmos vagy Patkó Károly, a Nagybányai Művésztelep Hollósi Simon, Ferenci Károly, Réti István, Iványi Grünwald, Béla Csók István, Ciffer Sándor vagy Perlott Csaba Vilmos, és még sokan mások. Újult az ország, a historizmus jegyében épült új intézmények, épültek paloták, például a parlament Steidl Imre tervei alapján, vagy az Iparművészeti Múzeum Leichner Ödön tervei alapján, vagy az Operaház Ybl Miklós tervei alapján, vagy a Szépművészeti Múzeum vele szemben, a Műcsarnok Sikedanc Albert tervei alapján épült a kisvasút, ugye a Európában, a kontinentális Európában elsőként, és hát a Zeneakadémia is 1967-ben épült. Ez a pezsgő szellemi gazdasági élet tört ketté Trianonnal, amiután a megmaradás, egyáltalán a túlélés, a nemzeti összetartozás létkérdés volt. Természetes reakció volt az irredentizmus, ami a II. Világháború után teljesen elfolytódott. Tudható volt, hogy az, ami akkor lett, az sokáig út fog maradni. Meglátásom szerint akkor nem csak logikus, racionalizáló magyarázatra volt szüksége Magyarországnak, mint ahogy Klebezve Kunu idejében sem, hanem érzelmi megerősödésre, összetartásra. A magyarság tudat soha nem volt annyira hangsúlyos és fontos, mint akkor. A közösség megtartó ereje nélkülözhetetlen erő volt akkor a megmaradásban. Ahhoz hasonlatos ez, mint az alkoholbetegség. Egyedül nem lehet megállni az alkoholfogyasztást, csak a közösség az, ami megtartó erővel bírhat az elbukás ellen. Kodály Zoltán zenepedagógiai koncepciója éppen ezt szolgálta, a közösség, a magyarság lelki érzelmi életben maradását és megújulását. Ezzel szemben kialakult egy másik válasz is, éppen talán ezen feldolgozhatatlan második világháborús trauma közepette, mely épp a közösség a nemzet lebontásában látta a menekülést mindabból, amit Európa elszenvedett saját népeinek háborúiból. Minden háború gyökere a túlzott öntudat, a nemzeti gőg, a büszkeség, a hatalomvágy. E felfogás Európa háborúinak okát a nemzetek létében találta meg. Ezt a közösséget, nemzeteket lebontó elképzelést azután más ideológiák is kihasználták saját céljaikra. A konfliktus a két felfogás között ma is él körülöttünk, talán elevenebben, mint valaha. Én nem hiszek a nemzetek lebontásában. Nem feltétlenül ideológiai alapon, hanem egyszerűen technikai, praktikus okokból. A közösség legfontosabb formáló ereje az együttes élmény.
A globális együttes élményt pedig csak hatalmas kataklizmákban, hatalmas traumákban tudom elképzelni, amit soha nem kívánnék. Óhatatlan, hogy a gyakori közös élmény közösséget hozzon létre. A nyelvek kialakulása is erre vezethető vissza. Évezredes kötődéseket, ha fel is lehet, nagy nehezen bontani, mindig keletkeznek újak, amit szinte lehetetlen megakadályozni. Ezért meggyőződésem, hogy a helyes út a szelíd és toleráns közösségek és nemzetek építése. Az együttmuzsikálás és éneklés pedig talán az egyik legszelídebb formája a közösség építésének. Kodály Zoltán mindig a közösség megerősítésében hitt, és azért dolgozott. Akkor is, amikor a Tudományos Akadémiát igazgatta, és akkor is, amikor zenepedagógiai koncepcióját fogalmazta meg. Gondolatai tehát nem évültek el, sőt, legalább annyira fontosak, mint elhangzásuk idején. Lehet, hogy egy másik rejtőzködő Trianon vár ránk. Az éneklés közösségi erejének egy sajátos aspektusára szeretném második gondolatként felhívni a figyelmet. A családok egyre kevésbé énekelnek otthon, hiszen a közös éneklőkincs szinte csak az iskolában tanult népdarokra szorítkozik, amit a családok nem életszervező erőnek, hanem kötelező iskolai feladatnak tekintenek. A gyermekeink elsődleges éneklési, zenélési élményei a kortársaik körében történnek. A felnőttekkel való közös éneklés szinte teljesen hiányzik, ami alól az egyházban a különböző szertartások alatti közös éneklés a kivétel. Törekednünk kell arra, hogy gyermekeink ne csak kortársaikkal, hanem máskorúakkal is énekeljenek együtt, mert a család és a nemzeti érzület formálásában ennek igazi jelentősége van. Nemzeti himnuszunk éneklése nem csak tartalma miatt jelentős, hanem azért is, mert szinte kizárólag ekkor énekel együtt minden korosztály. A kivételek egyik rendkívül felemelő példája volt a közelmúltban rendezett Eukarisztikus Világkonferencia és annak záró rendezvénye. Igen, igazi, nagy, nemzeti és ebben az esetben nemzetek feletti együvé tartozási élmény máshogyan alig képzelhető el. Érdemes lenne elgondolkoznunk, hogy milyen művek azok, amiben több korosztály is együtt énekelhet, és melyek azok az élethelyzetek, ahol az együtteneklést korosztályok között is létrejöhet. Gyermekeink zenei nevelése tehát nem csak egy egyéni fejlődési út, nem csak az érzelmi intelligencia, a transferhatások erősítése miatt fontos, hanem a közösség, a nemzeti öntudat kialakítása és erősítése miatt is. Másrészről azonban nem vagyok benne biztos, hogy nem lenne szükség a magyar társadalom kiegyensúlyozott önbizalmának fejlesztésére, és itt a kiegyensúlyozottra helyezem a hangsúlyt. A nemzeti büszkeség egészséges mértéke a nemzeti gőg ellenében. Záró gondolatként a korábban mondottakat megerősítve a jövőről szeretnék beszélni. Nem apróznám el a kérdést, nem a közeljövőről beszélnék, a pártpolitikáról, gazdaságról, választásokról, sőt nem is az azt követő évekről. Nem. Az eukarisztikus konferencia kapcsán és az ottani közös éneklés kapcsán a mennyországról, mint végső állapotról szeretnék szólni. Nagyon keveset tudunk róla. Megjegyzem, hogy attól, hogy még létezhet, hogy nem hiszünk benne. Milyen is lesz, milyen alakban, testben leszünk jelen ott, feltéve, ha ott leszünk. Talán ismerős az a mondás, hogy jó-jó, a mennyországban jobb, de hát a pokolban több az ismerős. Szóval, keveset tudunk róla, de azt, hogy nem leszünk betegek, mivel mindenki az élet fájáról eszik majd, azt tudjuk, és ez azt jelenti, hogy nem lesznek orvosok. És nem lesznek tanárok sem, mert mindenki Istentől tanított lesz. Nem lesznek közgazdászok, jogászok, bírók, ügyvédek, kereskedők, de egyet biztosan tudunk, közös éneklés és muzsikálás lesz. Tehát zenészekre és énekesekre biztosan szükség lesz. Nem akarok senkit elkeseríteni azok közül, akik nem örökkévaló foglalatosságot választották maguknak, de javaslom nekik,
hogy sürgősen kezdjenek el zenét tanulni, gyermekeiket és unokáikat is zenére tanítani, mert ez, és kizárólag ez a jövő útja. Hogy oldjam a nyilvánvaló feszültséget kijelentésemnek, szeretném megjegyezni, hogy Jézus a Biblia szerint két dolgot tett itt a Földön. Gyógyított és tanított. Szóval a két foglalkozás átmenetileg még lehetséges. Remélem, hogy mai hangversenyünk és a mai holnapi konferenciánk kicsit hozzájárul a tiszteletadó emlékezés és a kötelező megőrzés mellett ahhoz, hogy gyermekeink és szüleik lelkét és értelmét elérve szelíd, barátságos, nyugodt és egészséges öntudattal, közösségtudattal élő felnőtté válhasson nemzetünk, és belépést nyerhessünk más nemzetekkel együtt a mennyországba. Köszönöm a figyelmet! A mögöttem álló Bartók Béla lánykart 48 évvel ezelőtt alapította Kertész Attila karnagy, majd az együttes 1975 óta a Kodály Zoltán gimnáziumban működik. Céljuk a 20-21. Századi magyar kórus muzsika ápolása, benne kiemelten Bartók és Kodály énekkari művészete, valamint az őket követő kiváló magyar zeneszerzők énekkari repertoárja. A kórus koncertkörútjain bejárta Európa szinte valamennyi országát, nemzetközi versenyeken 9 első, 7 második, 4 harmadik díjat és több külön díjat kapott. Kiváló együttes, Pécsváros nívódíjának tulajdonosa, 2-szer nyerte el a Magyar Rádió nagydíját és az Éneklői Fűság érdemérmét az Év Kórusa cím 25 alkalommal való elnyeréséért. A kultúrával a Nyugat kapujában Nemzeti Fesztivál fesztiváldíjasa lett a kórus, és 2 évvel ezelőtt Kóta díjat kapott. Az alapító karnagy Kertész Attila Liszt-díjas, Kóta díjas, kiváló tanár, Pécsváros érdemes tanára 40 évig vezette az énekkart, utóda Rózsa Bernadett karnagy egyetemünk doktorandusz hallgatója, aki sajnos ma betegség miatt nem tud itt lenni. A kórus nevéhez méltóan szeretne megemlékezni Bartók 140 éves születési évfordulójáról. Szólaljon meg tehát Bárdos Lajos Bartók emlékére című darabja, majd Bartók Béla Ne hagyj itt című műve. Vezényel Kertész Attila Liszt-díjas karnagy, az együttes alapító karnagya. Thank you.
előbbiekben elhangzott, Kodály Zoltán intermezzójának énekkari, zongora kíséretes változata dr. Varga Károly szövegére, mely Kodály jelenlétében szólalt meg 1958. május 18-án a Pécsi Tanárképző Főiskola 10 éves jubileumi koncertjén zenekarral és tánckarral, melynek koreográfiáját Rábai Miklós készítette. A művet vezényelte Kertész Attila, Lisztdíjas karnagy, zongorán közreműködött Körtesi András zongoraművész. A Bartók Lánykar műsorának zárószámaként Csendüljön fel Kodály Zoltán tánc nóta című alkotása Kertész Attila vezénylésével. Köszönjük szépen! Míg azt mondják, nem illik a tánc a magyarnak, még ha még ízi megállítom, az magunk barna. De sakantyus, se sakantyus, se satanas, se satanas, pirzsikanyas, kérlékbennyös, bennyelbennyös, pajtelbenkőd. De sakantyus, se sakantyus, se satanas, se satanas, pirzsikanyas, kérlékbennyös, bennyelbennyös, pajtelbenkőd, majdajnekőd. Illik a műsorunk folytatásaként a színpadon köszönhetjük Geiger Lajost, a Magyar Állami Operaház magánénekesét.
Geiger Lajos Budapesten született. 2008-ban végzett a Zeneakadémia opera tanszakán Sólyom Nagy Sándor, Kovalik Balázs és Medvecki Ádám növendékeként. 2008 és 2010 között az Operaház ösztöndíjasa volt. Részt vett számos világhírű művész, többek között Renato Bruzon, Marton Éva, Jevgenyi Nyeszterenkó mesterkurzusán. 2007-ben még egyetemistaként debütált az Operaház színpadán, Rihás Csausz Elektrájának felújításában, Orestes nevelőjeként. 2008 tavasszán megnyerte a második nemzetközi Erkel Ferenc Ária versenyt, ezután meghívást kapott Madridba, hogy ő is képviselje Magyarországot az Európai Unió ünnepén. Az Operaházon kívül rendszeresen énekel vidéken és külföldön egyaránt. A következő percekben előadásában Kodály Zoltán Hári János daljátékából a toborzó csendül fel. Közreműködik Körtesi András zongoraművész.
Koncertünk következő részében színpadunkon üdvözölhetjük a Galántai Kodály Zoltán dalos kört. Az együttes 65 éves múltra tekint vissza, 1956 őszén alakult. Az énekkar első lépéseit maga Kodály Zoltán egyengette, aki hozzájárult ahhoz, hogy a kórus az ő nevét viselje, és élete végéig figyelemmel kísérte a tevékenységét. Az alapítókar nagy Ák Tibor 1979-ig, Kemes Zsuzsanna 3 évig vezette a kórust. 1982-től immár 39 éve Józsa Mónika a dalos kör karnagya. Az együttes az elmúlt időszakban számos hazai és külföldi hangversenyen, Magyarországon és Erdélyen kívül Csehországban, Németországban, Olaszországban, Franciaországban, Izraelben képviselte eredményesen Galánta városát. Az 1969 óta 3 évenként ismétlődő Kodálynapok minden eddigi megrendezett fesztiválján részt vett Galántán, több alkalommal érdemelte ki a legmagasabb minősítési fokozatot. Legutóbb 2017-ben a Magyar Kodálytársaság külön díját is megkapta, a 17. Kodálynapok kórusversenyén nyújtott kiemelkedő művészi teljesítményéért. A daloskör számos más díjra és kitüntetésre is büszke lehet. Ezek közé tartozik a 2006-ban elnyert Kodály Zoltán emlékdíj, a 2007-ben kapott Nagyszombati Kerületi Önkormányzat díja a régió kulturális életének fejlesztéséért, a 2008-as Csokonai Vitéz Mihály közösségi díj, a Szlovák Köztársaság aranyplakettja 2016-ból, valamint a 2017-ben kiérdemelt Galánta városának Pro Urbe díja. A kórus karnagya dr. Józsa Mónika, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok karának énekzenetanára, a Magyar Kodálytársaság tiszteletbeli tagja, több nemzetközi kórusverseny karnagyi különdíjának, valamint számos kitüntetés birtokosa. A kórus mozgalomban kifejtett munkássága elismeréséül 2002-ben a Szlovák Köztársaság ezüst plakettje kitüntetést, a felvidéki magyar zenei és énekkari kultúra megőrzése, továbbá a magyar énekzenetanárok továbbképzésében végzett munkássága elismeréseként 2013-ban a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta. Műsorukban felcsendül Szőnyi Erzsébet, Ima Alkonyi harangszóra, majd ezt követi 3 Kodály Zoltán mű, elsőként az Ének Szent István királyhoz, majd Balassi Bálint versére írt Szép könyörgés, a sort pedig a Sík Sándor versére íródott Te Deum zárja. Ezután elhangzik Tillai Aurél, Adjatok hálát az Istennek. Vezényel dr. Józsa Mónika.
Thank you.
Kodály Zoltán dalos kör záró műsorszámaként egy szlovákiai-magyar zeneszerző, Szijjártó Jenő művét hallgassák szeretettel, Esti hangulat Zsírén címmel. A Szijjártó mű után megkérem dr. Józsa Mónikát és dr. Lakner Tamást, hogy fáradjanak a backstage-be. Thank you.
következő percekben Kodály Zoltán egyik legismertebb dalát, a Nausikát hallhatjuk Krista Kinga operaénekes előadásában. Krista Kinga Nagyváradon született. Diplomáját a Debreceni Egyetem magánének szakán szerezte Mohos Nagy Éva professzorasszony osztályában. Tanulmányai alatt a debreceni Csokonai Nemzeti Színház kórusában énekelt, ahol pár év elteltével szóló szerepekben is bemutatkozhatott. A Pécsi és Miskolci Nemzeti Színházban több főszerepben is láthatta a közönség. 2010 óta a Magyar Állami Operaház szólistája, ahol szintén főszerepekben látható. Operai előadásain túl fontos szerepet játszik életében az oratórium éneklés is, így több hazai fesztivál állandó fellépője. A Nausikát követően felcsendül Kodály Zoltán Hári János daljátékából a Tiszán innen Dunántúl című duett Krista Kinga és Geiger Lajos operaénekesek előadásában. Közreműködik Körtesi András zongoraművész. Eat
Szürkötél el pakat.
Műsorunk folytatásaként következzen Kodály Zoltán 114. Kenfi Zsoltár című darabja. Előadja a Galántai Kodály Zoltán dalos kör, illetve a Pécsi Egyetemi Kórus. Vezényel dr. Józsa Mónika, közreműködik Körtesi András zongoraművész.
Mielőtt bekonferálnám koncertünk utolsó műsorszámait, kérem engedjék meg, hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket jó magam Kotvár Zsófia és a szervezők nevében. Koncertünk zárásaként a Pécsi Egyetemi Kórus műsorát hallhatjuk. A Pécsi Egyetemi Kórus 1997-ben alakult. Jogelődje a Pécsi Tanárképző Főiskola vegyeskara, Tillai Aurél vezetésével számos nemzetközi kórusversenyen ért el jelentős sikereket. 2000-től az együttes új karnagyok vezetésével Várdai István, Jobbágy Valér, Kamp Salamon elsősorban oratórikus repertoárt épített ki. 2014 óta a kórus vezetését Lakner Tamás vette át. A kórus 2015-ben a 16. International Competitive Festival of Student Choir rendezvényen Szlovákiában első díjat nyert, és megkapta a legjobb külföldi együttesnek járó különdíjat is, 2016-ban pedig Nárpádban a Nemzetközi Ifjúsági Kórus versenyen nyert első díjat. 2015-ben július 24 és augusztus 2-a között került megrendezésre Pécsett az Európa Kantát, melyen a Pécsi Egyetemi Kórus a rendezvény hivatalos kórusa volt. 2017-ben 8 koncertből álló turnén vettek részt Kínában, 2018-ban díszvendégei voltak a 14. pekingi nemzetközi kórusversenynek, és 6 koncertből álló turnét tudnak maguk mögött. Több alkalommal szerepeltek a Pécsi Pannonfilharmonikusok zenekarával. 2019-ben a lengyelországi Poznánban vettek részt az Európai Egyetemi Kórusok Fesztiválján, ahol nagy megtiszteltetés érte őket, hiszen kiválasztott kórusként együtt énekelhettek Andrea Bocellivel. A kórusvezető, professzor dr. Lakner Tamás, kétszeres Artisius díjas, Liszt díjas karnagy, a PTL művészeti kar tanszékvezető egyetemi tanára, dékán emeritusza, aki 2021-ben Pécs város kulturális nagydíját nyerte el. Kórusaival 63 díjat nyert nemzetközi kórusversenyeken. 2020-ban Magyar Érdemrend Lovak keresztje kitüntetésében részesült. 1980 óta vezeti a Bartók Béla férfi kart, 1974-ben pedig megalapította a Szélkiáltó együttest. Műsorukban a következő művek hangzanak el. Balatoni Sándor Kantata Domino, Kodály Zoltán Székelykeserves, Kodály Zoltán Ady Endre versére írt Akik mindig elkésnek, valamint Orbán György Démon Irepit Kálidusz. Előadja tehát a Pécsi Egyetemi Kórus, vezényel professzor dr. Lakner Tamás, Liszt díjas karnagy.
Istenem, Istenem, hol légy?
horizon, horizon, minus, minus.